És hogy hogyan is tudjuk magunkat képezni különböző területeken, a következő előadásból kiderül, hogyha a trendek, változó trendekről volt szó, illetve a digitális világ fejlődéséről, akkor ez nyilvánvalóan szinte minden területre kihat, így az oktatásra is. És egy rendkívül kompetens előadó fog arról beszélni, hogy milyen a digitális oktatás jelene, illetve mi várható a jövőben. Úgyhogy a következő előadás kapcsán fogadjátok szeretettel Litkei Pétert, aki a NET Akadémiának az alapítója. Rendben van, sziasztok, egy helyesbítéssel kezdenék, nem a NET Akadémiának az alapítója vagyok, az ügyvezetője vagyok, az ott lett volna a szlájdon, de nem baj, én ezt most lehet, hogy nemes egyszerűséggel ki is kapcsolom. Hoztam egy zongorát, amire majd talán kitérek, ezzel kapcsolatban van egy történetem. Körülbelül 8 éves lehettem, amikor meg akartam tanulni zongorázni. Amikor 8 éves az ember, ezt nyilván nem saját elhatározásból teszi, hanem a szülők nyomására, úgyhogy el is mentünk egy zongoratanárhoz, és zongoratanár rám nézett, és azt mondja, hogy hát 8 éves a gyerek, ez már egy picit késő a zongoratanuláshoz. És egyébként is szolfést tanult-e már a gyerek? És hát szülők mondták, hogy nem, szolfést még nem tanult. Jó, akkor menjen vissza szolfést tanulni először. Úgyhogy hát ez körülbelül egy 3 éves projekt volt, ez a szolfés tanulás. Visszamentünk az általános iskolába, és ott azt mondták, hogy van egy ilyen délutáni foglalkozás, szolfés oktatás révén. Én erre bementem az első alkalomra, láttam, hogy ez nem nekem való, úgyhogy inkább a focizást választottam. Úgyhogy körülbelül 11 éves lehettem, amikor újra előkerült ez a dolog a szülők révén, hogy akkor Petike, menjünk el megint zongoratanárhoz, mert valószínűleg a szülők szerettek volna zongorázni, és akkor ezt ugye bennem manifestálódott, hogy akkor majd én megtanulok zongorázni, és akkor ez nekik is sokkal jobb lesz. Ennek ellenére én szerettem volna megtanulni zongorázni, de tényleg őszintén, 11 éves koromban is. Úgyhogy elmentünk a zongoratanárhoz, rutinosan szülők előre mondták már, hogy szolfés oktatás volt, hát persze, kiválóan tud a gyerek kottából olvasni. Hát megint a zongoratanár rám néz, és azt mondja, hát 11 éves, ez már túl késő, itt már nem lehet mit csinálni, nem lehet zongorázni, megtanulni. Valószínűleg elképzelte már, hogy azt a következő 20 évet, amit én a zongoratanulással fogok tölteni, mit tudom én, bécsi filharmonikusok, én leszek a zongorázásnak a doktora, vagy valami hasonló. Úgyhogy az első óra úgy nézett ki, tehát elkezdtük a zongoratanulást, hogy mutatom egészen pontosan, hogy milyen gyakorlatokat kellett végeznem. Nincs mikrofon, azért itt mondom. Szóval falhoz állítottak ténylegesen szó szerint, és új gyakorlatokat kellett végeznem. Zongorához nem nyúlhattunk. Tehát zongorához nem szabad hozzányúlni, új gyakorlatok a falon. Hát így ment el az első óra, hogy én talán eljutottam odáig, hogy leültünk a székre, és megtanultam a helyes háttartást, ami egyébként most sem tökéletes. Úgyhogy valahogy így nézett ki ez a zongora tanulás. Ugorjunk egy picit időben, és elmentem egyetemre. Az egyik célom az volt, hogy megtanuljak programozni. És én akkoriban azt hittem, hogy a Delphi az egy tökéletes programozás nyelv, nem tudom, hogy mennyien vagytok informatikusok, de tulajdonképpen a közoktatásban mindenki Turbo Pascal tanított, és ez egy arra épülő, objektumorientált nyelv, úgyhogy én meg szeretnék tanulni Delphi-el programozni, hogy majd ilyen és ilyen tök jó programokat készítsek. Na most, hát először is az történt, jöttek a flashbackek vissza, a zongora oktatással kapcsolatban, hogy elkezdtem az egyetemet, és egy 8 fél év szolféssal kezdődött az egész, csak ott analízisnak hívták. Úgyhogy körülbelül a harmadik, negyed éves lehettem, amikor eljutottunk oda, hogy ténylegesen programozást tanulunk, bemegyek a terembe, ott áll a tanár, nekem már kényszer képzeteim ugye a zongoratanárral kapcsolatban, és tulajdonképpen igazam volt, mert ami volt, az nem más, mint bementünk, és egy PowerPoint már várt minket, ahelyett, hogy bekapcsoltuk volna a gépeket, és azonnal írtunk volna valami programot, helyett elmesélték a Delphi-nek, a Borlandnak a történetét, ki, hogyan, mit csinált, és a többi, és a többi. Úgyhogy tulajdonképpen ugyanaz történt, mint a zongora oktatással. Az egyetem évek alatt sem tanultam meg programozni, és zongorázni sem tanultam meg. De akkor egyébként miért állok itt? Semmit nem tanultam meg, és semmit nem tudunk csinálni, úgyhogy akkor itt valami tévedés lesz. A két esetben az a közös, hogy mind a kettő esetben
egy borzasztó nagy céltévesztés történt. Az én elképzelésem az zongora tanulással az volt, hogy hallottam valamit a rádióban, és az tök jó lenne lejátszani. Ettől, nem tudom, boldog leszek, szeretnék zenét írni, saját zenéket írni. És én azt gondoltam, egyébként szerintem helyesen, hogy ahhoz nem kell a kottából megtanulni olvasni, nem kellenek új gyakorlatok a falon, egyszerűen kell hozzá egy zongora, és le kell ülni, és meg lehet tanulni. Tulajdonképpen mindent meg lehet tanulni manapság már saját magától is. Úgyhogy ha valaki a kotta olvasáson akad ki, rengeteg olyan zenész létezik, illetve létezett, aki nem tud a kottából olvasni. A Beatles az egyik ilyen legnagyobb klasszis, aki egyik se tudott, egyik tagja se tudott a kottából olvasni. Akkor nekem a zenetanár miért szerette volna, hogy kottából olvassak? Mert neki teljesen más volt az elképzelése, más volt a célja. Ugyanez elmondható egyébként az egyetemen is, hogy vajon miért szerették volna, hogyha én 8 fél év analízis tanulok, meg különböző tárgyakat, mert teljesen más volt a cél. Teljesen más volt a cél. Nem, ők nem azt szerették volna, hogy én konkrétan egy bizonyos nyelvben meg tudjak írni egy alkalmazást, hanem ott valami más volt az elképzelés. És hogy miről is van szó, vagy mi lehetett ott a probléma, azt majd mindjárt kifejtjük. De ha visszatekintünk, hogy a közoktatás az 1700-as évektől kezdve szinte nem változott semmit. És ugye szerintem itt az előttem lévő előadásokon is elhangzott különböző kulcsszavak, gazdaság, iparosodás, és tulajdonképpen a közoktatás valahogy ezeket kell, hogy kiszolgálja. Ezekre kell, hogy valahogy választ adjon, és tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy az 1700-as években ez egy borzasztó hatékony formája volt az oktatásnak, de valahogy ez így maradt. És nem azért maradt így, mert senki nem nyúlt hozzá és nem próbálkozott, mert voltak rá próbálkozások, és nagyon-nagyon sokan mondták, hogy itt ez a technológia, ez most megjelent, és ez teljesen meg fogja változtatni az oktatást. Gondoljunk például a 20-as években Edison azt mondta, hogy most a mozgókép az, ami meg fogja változtatni az oktatást, hiszen hát mozgókép, mozog a kép, le kell ülni és meg kell nézni. Aztán a 30-as években a rádió. Azt gondolták, hogy elég egy darab hozzáértő ember, szakértő tanár, és így olyan helyekre is eljut a tudás, ahol eddig ugye nem is lehetett, vagy a tanár nem tudott ennyi helyre elmenni. Aztán az 50-60-as években természetesen a tévé. Azt gondolták, hogy majd a tévé fogja megváltoztatni ezt az egészet. 80-as években a számítógép, aztán itt a 90-es években videódisk, meg egyéb ilyen fantasztikusok. És most, most hol tartunk? Most ott tartunk, hogy smartphone, tabletek, és mindenféle kütyük, meg eszközök, digitális, meg okostáblák, meg bármi, ami egyébként okost elé teszünk, az akkor az működik. Tényleg próbáljátok ki bármilyen szó, okos szék, okos mikrofon, bármi, ezek közül bármelyik megváltoztathatja az oktatást is, meg úgy egyébként bennünket is. Az 1700-as években is azt mondták, hogy nem lehet közoktatás, olyan nincsen, mert nem fog mindenki megtanulni mindent. Nem tudunk egyszerűen megtanulni írni és olvasni, erre nem képes mindenki. És ez valahogy bennünk van, ez egy ilyen népbetegség, hogy nem lehet megtanulni mindent. Holott persze mindent meg lehet tanulni, mindent csak a gyakorláson múlik. És hát tudjuk, hogy neurobiológiai kísérletek támasztják azt alá, ha valaki ismeri ezt a híres londoni taxis kísérletet, ott bebizonyították, hogy tulajdonképpen a tanulás felnőtt korban is megváltoztatja az agy szerkezetét. Hát ez a változás, ez lassú. Hát ezért kell gyakorolni. Tehát itt a lényeg a gyakorláson van, de a változást nem lehet egy külső fél dumálása miatt ezt megtanulni. Az aktív részvétel az mindenféleképpen kell. Most 2017-et írunk, borzasztó sok minden változott, az oktatásban kevésbé, nagyon-nagyon keveset adoptáltunk ezekből. Ha most én arra gondolok, hogy én hogyan vészeltem át az egyetemi éveimet, tudni kell azt, hogy én kettő egyetemre jártam egyszerre, és ezt úgy lehetett megtenni, hogy az egyiken felvételt készítettünk az elhangzott óráról, ezt hozzájárultak a tanárok is róla, ez egyébként az ELTE és a Corvinus, a kettő viszonylag közel volt egymáshoz. És én meg egy ilyen futás, meg egyéb aktivitás közben hallgattam vissza azokat az órákat, amik ott elhangzottak, illetve hát akár vezetés közben is az ember már tud tanulni. Arról nem is beszélve, hogy a YouTube a barátunk, meg hát szoktuk mondani, hogy Google, de valójában már a YouTube is, ott annyiféleképpen meg lehet találni valamit, ha egy konkrét téma érdekel bennünket, hogy az hihetetlen, tényleg 25 féleképpen. És hogyha az egyiket nem értjük,
akkor majd a másikat fogjuk érteni, de ugyanúgy ott van a Wikipédia, vagy ugyanott van egy PhD értekezés is, ahol ha valakinek éppen az tetszik, és az kell, hogy ezt megértse. Tehát hogy tulajdonképpen ma már sokkal, de sokkal könnyebb tanulni. Viszont az iskoláról még mindenkinek mindig a krétapor jut eszébe. Ez vajon miért van? Mi is az iskola? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Van egy híres angol, hát talán tudósnak mondhatom, Sir Ken Robinson, akivel egyébként sikerült egy interjút készítenem, fönn van a YouTube csatornánkon, nem a reklámhelye. Tehát ő azt mondja, hogy maga az iskola az egy tanuló közösség, ahol az emberek összejárnak és tanulnak, és nagyon fontos, hogy egymástól, és teljesen független a helyszíntől. Mindegy, hogy ez egy hegyoldalban van, mindegy, hogy ez a réten, mindegy, hogy ez egyébként egy tanteremben, egy iskolában, ez egy tanuló közösség. És hogyha ezt így tudjuk, hogy ez egyébként ettől független, és a tanulás biológiája az, hogy gyakorolni kell valamit, és gyakorolni, tehát csak videónézéssel és PPT-zéssel nem lehet semmit sem megtanulni, akkor valahogy körvonalazódik az, hogy mit csináltunk rosszul. Mi történt az én zongoratanításommal, vagy éppen az én Delphi oktatásommal annak idején az egyetemen. Lehet, hogy rosszul tanították, más tanítottak, ugye szolfés óra volt az egyetemen is, vagy valami hasonló. Vagy egész egyszerűen rossz volt a módszertan, és tulajdonképpen ezzel találkozunk a legtöbbet, hogy a módszertan az valamiért rossz volt. Ez egyébként az egyik ok annak, hogy miért nincsen PPT-m. Mennyivel lett volna más az egész előadás, hogyha amikor arról beszélek, hogy 8 éves voltam, ugye szívhez szóló, gyönyörű mondatok, megjelenik egy kisfiú ott 8 évesen, és zongorázni szeretne, tanulni sír, megjelenik egy zongora. Biztos vagyok benne, hogy illett volna ehhez a PPT-hez. Viszont kb. 3%-ukat elvesztettem volna, mert a képről eszükbe jut valami más, elgondolkozik, és kész, hopp, ő már többet nem figyel. Ha nincs PPT, akkor csak rám figyeltek. De ez nem egy oktatás most, ahol vagyunk, ez csak egy pici apró kis fitisz, hogy igen, tehát a PPT ez egy nagyon jó dolog, de itt is a cél a fontos. Mi a fontos, hogyha az a fontos, hogy rám figyeljetek és megértsétek, amiről beszélek, akkor jobb, hogyha nincsen PPT, úgy egyébként. Szóval térjünk vissza arra, hogy a módszertan, hogy akkor valamit rosszul csinál valaki. Mi ezt úgy szoktuk hívni, hogy a professzor vagy a szakembernek a tévedése. Képzeljünk el egy biológia órát, mondjuk legyen az ELTE. Én oda jártam, nem biológia szakra, de tudom, hogy ott vannak a biológus lányok. Már úgy értem, hogy a biológiát általában statisztikai alapon többen lányok többen tanulnak, informatikát egyébként meg fiúk tanulnak többen, tehát így helyes. De vegyük mondjuk a biológia oktatást. És ugye modern oktatás zajlik, tehát egy nagy előadóban a tanár már nem a táblára ír, hanem PPT-kkel magyaráz a sejtosztódásról. Nem vagyok biológus, úgyhogy csak úgy mondom, tehát mondjuk a sejtosztódásról magyaráz. Ez 13 alkalommal megteszik, körülbelül ugye másfél órás időtartamokban. És ugye azt várja a tanár, hogy azt a tudást, amit ő úgy szerzett, hogy mikroszkóp alatt nézegette a különböző kis sejteket, hogy azok hogyan osztódnak, azt majd ő 13 hétnyi dumálással ugyanúgy azokba a fejekbe át tudja ültetni. És ha valakinek nem elég meggyőző ez a példa, akkor én azt szoktam mindig mondani, hogy akkor gondoljunk a nyelvoktatásra, és itt tényleg kérdezem, ez egy valós kérdés, de majd lehet, hogy van kérdésszekciónk, akkor majd ott tudtok erre válaszolni, hogy még mindig keresem azt a nyelvtanárt, aki úgy tanulta meg a nyelvet, ahogy azt ő tanítja. Jó, tehát ezt gondoljuk végig, hogy itt mi is történik valójában a nyelvoktatásnál. A tanár beszél, elmondja a különböző nyelvtani funkciókat, és akkor majd attól azt várjuk, hogy hirtelen elkezdünk egy nyelvet beszélni. Lehet egy olyan példát mondani, hogy ha valaki testépítéssel foglalkozik, hogy a vádlit edzem, ugye nagyon erősen, tehát mutatom, és attól azt várom, hogy majd ide a karizmom vagy valami egyéb fog, nem tudom, megduzzadni. Tehát teljesen más a kettő. Ott valami más csinálunk, más tanulunk, nem lehet megtanulni nyelvet. Én se itt tanultam meg nyelvet, és ez borzasztó volt, mert nem tudom, 20-akárhány éves koromig azt gondoltam, hogy nem lehet megtanulni egy nyelvet, nekem nincs nyelvérzékem, nekem nincsen nem tudom micsodám, tehát borzasztó az egész. Csak rosszul tanították az egészet. Mi a NET Akadémián a japán módszert alkalmazzuk,
a tanításra. Hát ez hogyan néz ki, mi ez a japán módszer? Van egy barátunk, aki elutazik Japánba, és kölcsön adjuk neki a fényképezőgépünket. Hát most tételezzük fel, hogy tényleg oda is adjuk ezt a fényképezőgépet, mert ez egy drága fényképezőgép, de a barátunk nem tudja használni a fényképezőgépet. Úgyhogy a feladat az, hogy meg kéne tanítani a barátunkat a fényképezőgépnek a használatára. Hát vannak opcióink. Az első, hogy készítek egy kb. 20 szlájdból álló prezentációt, végpörgetem, és ő majd megtanulja a fényképezőgép használatát. Van egy második opciónk is, hogy adom neki mondjuk a felhasználói utasításokat, hogy olvass el, és akkor úgyis meg lehet tanulni, hogy azt mondom neki, hogy figyelj, ülj le ide mellém, és 5 perc alatt megmutatom, hogy hogy kell ezt használni. És van olyan, amikor nem az elsőt válasszák. Van olyan, amikor nem az első opciót válasszák az adott oktatók. Úgyhogy itt akkor csak összefoglalnám, tehát hogy honnan jöttünk ide? Tehát elkezdtem arról beszélni, hogy zongoraoktatás, aztán azt mondtam, hogy Delphi és programozás, és mind a kettőben volt egy hatalmas céltévesztés. Én csak programozni szerettem volna megtanulni, meg a zongorán azokat az izéket, billentyűket lenyomni, a zongoratanár meg valami mást, az egyetem valami mást szeretett volna nekem megtanítani, és ezt lehet, hogy a módszertan sem nagyon stimmelt. Hogy zongora és Delphi oktatás, ötletben mi volt a közös, volt egyszer a céltévesztés, aztán volt egyszer egy módszertani probléma, a szakember tévedése, vagy itt említettem, hogy a japán módszert, hogy akkor hogyan lehetne valamit tanulni. Mindent tulajdonképpen a gyakorlatban lehet megtanulni, és hogyha ezt tudjuk, akkor teljesen mindegy, hogy hol zajlik az oktatás. Teljesen mindegy, hogy ez egy nagy előadóban történik, egy gyakorlati teremben, vagy bárhol. És akkor én mindig megkapom azt, hogy mondjuk egy online platformon nincsen interaktivitás. Nem lehet élvezni. Ugye? Akkor mit a megoldás? Az első válasz erre az, hogy képzeljük egy nagy előadót 300 emberrel, bármelyik egyetemről. Tanár kimegy és a táblára elkezd írni a dolgot. Mekkora interakcióról beszélünk ott? Hát konkrétan konvergál a nullához az interakció, ami ott történik. Aztán vegyünk mondjuk egy kis csoportot, egy 10 fős termet, ott milyen interakció zajlanak. Én tanárként azt tudom mondani, hogy ha veszünk egy csoportot, 10 fő, akkor ott mindig lesz egy darab ember, aki szeret kérdezni. Lehet, hogy akár túlbuzdulva is, az elviszi egy picit a történetet valami más irányba. És van mellette mondjuk 3, aki pedig így félbe figyeli, hogy úristen, én akartam kérdezni, de most már inkább nem, mert nem akarok olyan hülyeséget kérdezni, mint ő. És a maradék pedig azban reménykedik, és ott tudszorok, hogy csak őt ne kérdezzük, csak ő hozzá ne szóljunk. Hogy értem én, tehát az interakció az egy fontos dolog, de a gyakorlatban hát nem ez a fontos. Ami a fontos, az tulajdonképpen a módszertan, hogy gyakorlatban mindent kipróbáljunk és megcsináljunk, és ne tanítsunk olyat, aminek már nincsen relevanciája, és ez egy brutális őszintesség és bátorság kell. Igen, például kitöltötte el azt annak idején, hogy ne használjunk többet logarvécet. Emlékszik erre valaki? Emlékszik arra, mi az a logarvéc? Aztán valaki elmondott, hogy most már számolgépet tudunk használni, vagy mondok egy jogot, függvénytáblázat. Azt még én is használtam függvénytáblázatot, úgyhogy szerintem sokan használtam függvénytáblázatot. Hogy az miért van, mikor mondja majd valaki azt, hogy ezt nem kell többet használni. Informatika órán olyan ne hangozzon el, hogy az operációs rendszer az a ki, illetve a bemeneti perifériákat kezelő szoftver. Mit jelent ez az egész, ez a master, kinek kellene volna, soroljuk a kimeneti perifériákat, monitor, a bemeneti billentyűzet, és akkor érezzük azt, hogy van egy olyan prioritás, amit az oktatásban már évekkel ezelőtt meg kellett volna változtatni. Nem akarok tulajdonképpen hatalmas szőnyegbombázásokba eredni akkor, amikor azt mondom, hogy gondoljuk végig azt, hogy kellene mondjuk ma a középiskolánkban másodfokú egyenletek megoldó képeket megtanulni. Emlékszik-e rá valaki? Ez az első kérdésem. A másik pedig emlékszik-e valaki arra, hogy ezt mikor használta utoljára? Éves környezetben. Jó, tehát nem amikor újra én elmondom, hanem ez konkrétan valamilyen napi feladatra ugye ki kell használni kell. Nagyon-nagyon-nagyon kevesen. Én azt tudom mondani, hogy ez szinte
szinte nem fordul elő. Akkor viszont, hogyha van olyan téma, amivel viszont mindenki találkozik, például készítettetek-e már digitális fényképet, mondjuk egy kamerával, egy telefonnal, azt feltöltöttétek a Facebookra, beállítottátok ott a megfelelő biztonsági beállításokat is, nem tudom mit, lehet, hogy több kész zuhanna azonnal a magasba. Egy picit megállnék az IT biztonsággal kapcsolatban, nekem ez egy ilyen veszélyparipám, mert a Net Academy az borzasztó erős IT biztonságban, és ez valahogy összekapcsolódik azzal is, hogy ismerjük fel a lehetőséget, ismerjük fel azt, hogyha az élet megváltozott körülöttünk, és új szakmák nyíltak meg, ugye beszéltünk itt erről különböző előadások során, hogy igen, mik azok biztos, hogy van, megszűnik valami, de majd lesznek új szakmák. Hát az egyik ilyen például az, hogy hívják azt a személyt, aki az informatikus és az IT szakember között helyezkedik el. Nincs ilyen, tehát nem, a szakma nem nevezett meg ilyet, én úgy hívom, hogy biztonsági informatikus. Ez olyan, mint a gazdasági informatikus, amit annak idején arra találtak ki, hogy a gazdasági szakember és a programozó között valamilyen hidat gyújtson, mert ők már nem értik egymásnak a nyelvét. Valami ilyesmiről van szó szerintünk téren is. Mi magunk is tapasztaljuk, hogy biztonságtudatosság az nagyon-nagyon fontos, és mindenhol valami, hogy melyik számítógépen, mi történt, milyen adatok adtak el, mi is ezt használjuk minden egyes nap, de valahogy, hogy nem alkalmazkodott sem a közoktatás, meg az egész oktatás erre, hogy IT biztonság. Ez csak egyetlen egy példa, nem akarok az IT biztonságon dolgozni. Itt még annyit megjegyeznék, hogy van egy két éves fiam, aki én azt látom döbbentem, hogy amikor valamihez hozzányúl, és az a játszótéren lehet egyébként egy darab lapát, vagy egy padarab, akkor először megpróbálja, hogy hát a touchscreen-es, igazán, hogy nem tudsz. De én is ezzel nem viccelek. Tehát először megpróbálja, és nem érti. Tudom, ezzel lehet mosolyogni, de ez azért nagyon-nagyon érdekes, meg fontos, mert itt látszik, hogy persze ez egy saboros dolog, hogy generációváltás, stb. De ez azt mutatja, hogy megváltozott az életünk. Nem a reklám helyett, de én például mindenki áll a képet, amikor fogom is, hogy telefonommal fizetek. Mert van ilyen bank, amivel most már lehet, hogy nem PayPass, hanem akkor a telefonommal fizetek. És hogy annak egyébként milyen biztonsági problémái, meg egyébként hogy működik ez az egész? Honnan kezdjük el magyarázni az elektromosságot? Hogy nem tudom, az elektronok így áramlanak, szabad elektronok áramlanak, meg stb. Az elektromosságot. Végül ezt kihagyjuk ezt az egészet, és azzal foglalkozunk, ami ténylegesen már kellene tudnunk és tanítanak az iskolában. És hogyha megtörténik ez a felismerés, hogy valamit meg kellene tanulni, annyi minden megváltozott nálunk, akkor általában a cégeknek nagyon relatíve kevés opciójuk van, vagy elküldik a kollégákat szoftvert tanulni, és akkor nagyon sok szoftvert után majd talán rátérnek a lényegre, vagy egyszerűen nem jutnak ahhoz a tudáshoz, mert senki nem foglalkozik azzal, hogy ténylegesen mi az, amit tanítani kellene. A Net Academy, ami felvettük a vállunkra az informatika részét, úgy próbálunk tanítani informatikát, ahogy az szerintünk érdemes. És akkor van még egy dolog, a bátorság. Ugye olyan kurzusokat kell tartani és olyan certifikált rendszer kell, ami ténylegesen a valós munkakörnyezetre környezetre készítenek fel releváns tudással. Szoktam ezt mondani, már csak így halkan jegyzem meg, hogy szerintem sokkal könnyebb megszerezni egy valami certifikátot vagy diplomát, mint mondjuk hasznos tagjává válni a munkahelyének vagy a társadalomnak. Valahogy úgy van a társadalomban most ez a beigódás, hogy én az egyetemre járok és éppen diplomát szerzek meg, az egy hasznos munkavégzés, ez egy hasznos dolog egyébként. Holott pedig lehet, hogy szoftvert tanulok, és én nem is akartam szoftvert tanulni. Összefoglalásképpen azt mondom, hogy meg kell fogalmaznunk a célt. Nagyon-nagyon fontos, hogy gyermek szoftvert járjunk, ha nem muszáj. Egy idős korunk belül is beszélve a lemorzsolódásról, hiszen ha valakinek azonnal a szoftvert órát kell tartani, akkor az életben nem fog megtanulni se zongorázni, meg semmi egyéb máshoz. És akkor ez egy ilyen titka az egyetemeknek is, hogy jó az a szoftvert oktatás, és kell is, csak fordítsuk meg. Legyen az első óra az, hogy bemegyünk, senki nem szól hozzá, nyissunk ki egy számítógépet, és írunk egy olyan alkalmazást, ami nem tudom, egy smiley-t kirak a telefonomra. Mert az egész teljesen más.
és utána, hogyha ez megvan, akkor építsük fel bonyolultabb alkalmazásokkal, és utána kezdjük el a szófést tanulni. Utána lehet 8 félig valamit is tanulni, mert akkor olyan problémákat akarok megoldani, amire az a tudás az esetleg ténylegesen kell. Ha rövidebb idő alatt is elő lehet állítani egy szoftverfejlesztőt, akkor pedig állítsuk elő rövidebb idő alatt, és nem kell neki a szófés. Nagyon sok cég fókuszál erre, többek között mi is. És nem csak szoftverfejlesztőkről beszélünk, hanem biztonsági informatikusokról, webfejlesztőkről, stb. Nagyon fontos, hogy mindent meg tudunk tanulni. Ugye, hogyha jól magyarázzák el, nincs olyan, hogy tehetség, csak szisztematikus gyakorlás. Én azt hittem, hogy se zongorázni, se nyelvet nem tudok megtanulni, se programozni nem tudok megtanulni, holott a rendszernek a áldozatával váltam, milyen rendszer érünk, egy rendszer, de tulajdonképpen valahogy egy csatába estem bele, és azt hittem, hogy én ezekre nem vagyok képes, de egyébként pedig képes, és mindenki képes, és ráadásul ez sportból független. De azt mondtam, hogy az iskola az nem a krétapor, és teljesen független a helyszíntől, illetve azt szoktam mondani, hogy én legjobb az oktatásban, és dobjuk ki a salangokat, állítsunk fel új prioritásokat, alkalmazkodjunk a mindennapokhoz, és tényleg tanítsunk olyat, amire szükség van a piacon, illetve az életben. És akkor én befejezném, és jöhetnek a kérdés szekció, vagy bárki, akinek van hozzászólása. Milyen módszerrel tanítottuk a NetAkademiában, de milyen mélyben más a kiutatás módszert? Igen, ilyen NetAkademiában japán módszert alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy gyakorlatban tanítunk. Ha informatikáról beszélünk, és azt mondja valaki, hogy IPC, akkor olyanból ne legyen, hogy valaki azt mondja, hogy akkor itt az IPC-t felírjuk a nem tudom hova, itt a PowerPoint prezentáció, hanem azt mondjuk, hogy írjuk be a command prompt-ba, hogy ipconfig, ott megjelenik az IP-cím, vagy nyissuk meg, hogy settings, és ott az IP-cím, és ott magyarázzuk el. Mindent a gyakorlatban hiszünk abban, hogy nincs olyan, hogy elmélet és gyakorlat. Tulajdonképpen a gyakorlat az, ami szülni néhányszor olyan képzetünkben, mint hogyha az valami elmélet lenne, de azt akkor ott az adott helyzetben kell elmagyarázni. Ha ezt a kettőt külön választjuk, akkor nem érti meg a hallgató, hogy... Hallgató. Akkor nem érti meg a hallgató, hogy... Ez most miért van ketté választva? Mert nincs olyan, hogy most elméletben csinálok valamit. Az informatika ráadásul az egyáltalán nem ilyen. Vagy valaki tud és ért valamihez, számítógéphez, vagy nem. Ez amiben mi másképp tanítunk. Nekem az van a kérdésem, hogy amikor mondjuk új embert vesznek fel, akkor ti a állásértetésre belégyeltetek, hogy mondjuk diploma szükséges, vagy 20 éves tapasztalat, vagy mondjuk kidolgoztatok egy olyan kezdjellegű valamit az adott pozíciónak, amivel egyszerűen ki tudjátok deríteni, hogy belégyek hozzá az ember, vagy sem? Nagyon jó a kérdés, nem nézek soha diplomát, meg semmilyen végzettséget. Nálunk a bejelentkezés feltétel az úgy indul, hogy kap persze valamiféle tájékoztatást arról, hogy tanár szeretne lenni, és hogy ez mivel jár, és nálam kezd egy próbaoktatással, Skype-on keresztül, online oktatunk, és ez egy kb. Egy órás oktatást kell elképzelni, és az a egy óra, egyébként 5 perc alatt is már, de meg tudom ítélni, hogy egyrészt érte a témához, hogy magyaráz, és milyen problémákkal küzd, és akkor persze elér egy bizonyos szintet, amikor azt mondom, hogy vele érdemes foglalkozni, és akkor megy tovább, tulajdonképpen NetAkadémián belül képezzük ki azokat az oktatókat és trénereket, akik utána alkalmasak az oktatásra, tehát konkrétan. És szerintetek ez mondjuk egy bármilyen másik korábbi cég is tud alkalmazkodni? Tehát nekik is van arra lehetőségük, hogy akár minden pozícióra konkrétan tudják tesztelni az embert, vagy tehát ki lehet dolgozni egy olyan módszertant, ami alapján mondjuk egy japán módszer, vagy bármilyen hasonló, hogy pörgősen vele lehessen. Mert az én tapasztalatom az, hogy már itthon is nagy lehetett ez a pályakezdő, vagy ne legyen 3 éves tapasztalatod, meg hasonló problémák, hogy erre milyen megoldások lenne? Az informatikában én azt gondolom, hogy ez már most csak ilyen mondva csinált, vagy igazából ilyen szólásmondás, hogy kell a 3 éves, vagy nem tudom milyen tapasztalat. Én azt gondolom, hogy informatikai cégek már egyáltalán megnézik a diplomát, a különböző certifikátokat, pont amiatt, mert sokan szófést tanultak az egyetemen, és ebből kifolyólag tesztelni kell. Mi a legtöbb céggel, akikkel kapcsolatban vagyunk,
nekem az a tapasztalatom, hogy mindig tesztelnek. Tehát teljesen függetlenül, hogy neked melyik egyetemről milyen végzettséged van. Ez nagyon jó, ez tényleg szép, derekesen helyt álltál, de nézzük meg, hogy tényleg mit tudsz arra az adott pozícióra, és akkor ez teljesen mindegy, hogy otthonról, a YouTube-ról, online vagy bárhol tanultad meg azt az adott dolgot, azt meg tudod mutatni, és akkor azonnal legyen, hogy értesz hozzá. Köszönjük szépen. Én még készültem itt egy apró zongorázással, mert azt történt el, hogy elfelejtettem kijönni, hogy 30 éves voltam körülbelül, amikor azt mondtam, hogy na azért mégis meg kell tanulni zongorázni, és nem lehet olyan bonyolult. És fogtam is YouTube videó alapján, elkezdtem zongorázni tanulni. Még egy pedált azt összeraktátok, és egyben van az is a pedál, és ott van, nagyon jó. De azt is megtanultam, van ilyen pedál, képzeljétek el, de nagyon sok helyet nem kell megtanulni hozzá. De nem akarok senkit feltartani azzal, hogy én most itt zongorázgatok, de nagyon-nagyon ügyesen össze is aktátok. Én azért szerettem volna megtanulni zongorázni, hogy saját számokat írok, és manapság ez már nagyon-nagyon könnyen megtehető a különböző. Énekelni nem fogok, nem kell tartani, de igen, van ez azért ugyanúgy, hogy ilyen, jó. És a következő alkalommal, már bocsánat, azt hazudtuk a zongoratának, hogy természetesen a gyerek már szólt és tanult. Nem tudok a mai napig kottából olvasni. Tehát ez így van, de nem is kell. Tehát hogy attól függ, hogy mi a cél. Köszönöm szépen.